Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a videóban folytatjuk a HCV-s Journey of Wrestling-et. Ugyebár ez egy saját szenárióm. Úgyhogy, ja, ez már a második évad ennek a cuccnak, mert ezt már rég elkezdtük. Hiszen ugye jöttek ki azóta update-ek, mert update-oltam ugye nyilván a játékot. És akkor most ott vagyunk, hogy Tiany Péter egy gaming matchben akar lenni. A következő hónapig. Zafaramin pedig a meccset akar tényi Péterrel. Jó, akkor ez azt jelenti, hogy egy rivalry fogjunk kezdeni. Peterrel és... És a másikkal. Amúgy én szétadom. Zafial. Kezdtek egy feudot. Várjátok, akkor inkább bukkolok egy singles mérkőzést. Yes, yes. Ad feud. Disrespect. Multiment közben bekapcsoljuk, és akkor először is taking my spot, valahogy Zoltának arra László Árpád. Nem match, mert ez ugye underground, ez az erős lenne, hogyha ezek így most így összecsoplának. Demon title shot már volt, igen, ugye kettő darab show van a Vendettáig. Szerintem, ti nyomjátok egy stare down szegmest, egyébként, hogyha halljátok, hogy ilyen autók mennek a háttérbe, akkor az azért van, mert nyitva van az ablakom, és mert nem akarom endegudani a melegben. Úgyhogy azért sorry vagyok, de ez van, majd reméljük, hogy ezen nem meg az én csodálatos hangom elnyomja. Fight 10 is volt, stare down is volt, igazság szerint akkor mi az, ami még nem volt. Contract. Sign-in. Szerződést fognak aláírni. Így van. Ők ketten most szerződéseznek. Akkor a Blood Money, ugye aki a Money Team, csak hát ugye akkor még nem tudtok, hogy így fogják őket hívni. Mit nem csinált még ők újjásokkal? Hát már sok mindent csináltak ők, ugye? Szerintem itt már mehetünk át a izére, tehát az ilyen promo ambusra. Így van, Maokai Hős Antal kontra Maokai, ugye Revolution Title van a feud. Nálatok lesz akkor a Demon Title shot, tehát az öv mérkőzés követelés, és a Sweet Black Danny Roxnál pedig legyen egy jó kis promo battle. És akkor még van két helyünk a Cardanot, hogy azt szépen ki is tudjuk tölteni, megfogjuk cash-t, egybe rakjuk, azt mondja, hogy Maverick-kel. Utána még valami fiatalt is kéne építeni, megfogjuk szépen a... Itt fogom meg. Maok, nem. Hát a tökömet nem tudom. Strange. Nem, vagy elég ennyi meccs amúgy. Mert egy Kazakovot kéne tényleg. Mert Scorpion. Ne, Madden Main. Így. Igen, közben egyébként elkezdhetnénk Iván Kazakovnak Train Workrat. Jaj. Igen. Jól van. Menjünk. Akkor promo battle-lel kezdjünk Schwedberg és Danny Rox között. Utána jön egy szimpla match Cash és a Maverick között. Maverick nyer, hogy a moráját boostoljuk. Demon Titus-ot Maokai követeli ugye az öv mérkőzését Hős Antal ellen. Utána Kazakov kontra Danny Main, Kazakov nyer, hát ez egy szar mérkőzés lett. Utána Blood Money kontra Gulyás testvérek, promo ambusos szegmens, tehát Gulyások kijönnek promózni, és a csúnya gonosz pénzcsapat megtámadja őket. Majd utána egy mérkőzés Zafar és Tényi Péter között. Ó, nem raktunk restiput, nem baj, mert akkor ezt a fiúnak a végénél tudjuk majd ezt megcsinálni. Ezt itt most szerintem Péter nyeri.
Utána László Alp és Szalai Zoltán kontrakt szerint a szerződést írnak alá, és ugye mindannyian tudjuk, hogy egy szerződés aláíró szerelmesnek az lesz a vége, hogy valaki keresztül megy ezen a bizonyos asztalon, amin aláírják a szerződést. Ez esetben most László Árpád lesz az, aki keresztül megy az asztalon, hiszen Zoltán már egy másik szinten van, egy magasabb szinten van. És hát akkor, ahogyan látom a ratingünkben is megmutatkozott ugye ez a show, ugye 4 és 1 negyed csillag, ott kaptunk, és hát 17 ezerrel növekedett a fanbázisunk, tehát lassan már akkora annyian nézek minket, mint a VX-vét, ami azért nem rossz. Igen, Rafának a requestjét komplíteltük, hogy birkózzon Péterrel. László Alpes Szalai Zoltánnál lesz egy standing, Tóó lesz szegmens. Nálatok lesz egy... Egy promo ambush szegmens. Nálatok lesz egy contract sign-in. És akkor még a... Oly, te szúnyog! Ha! Már csak volt. Nálatok mi lesz? Fight-tot... nem tudom. Backstage-otok legyen nálatok. És akkor a... Svédberg Rocks páros. Majd pedig... Cash most BT-vel fog összecsapni. Ez az. Illetve akkor még egy helyünk van, akkor mi növeljük őt, és nem más ellen, mint... Egyébként hősen talán a main eventerünk, hogy... Dermény verje meg Nitro-t. Sőt, Nitro verje meg majd Derményt, de mindegy. Zafar a main, Péter backstage, a ter Zafar csúnya és golosz, és azért a backstage-ben megtámadja Tianyi Pétert. Úr Sma. Itt ugye ez egy mérkőzés kettőjük között, itt most ezt Danny Rocks nyeri. Gulyásék kontra Blood Money. Szerződés aláíró szegmens, itt most ugye a Blood Money megy át az asztalon. Dan Main és Szabó Tamás Nitro. Tamás nyer, igen, nem lett egy rossz meccs. Hős Antal megtámadja promózás közben Maokai-t. Itt ugye BT nyer. Az se lett egy rossz meccs. Szalai Zoltán, László Árpád standing-tól szegmens. Árpád az, aki standing-tólol, tehát Szalai Zoltán felett áll. Egyébként itt van, hogy elkezdenek verekedni, és akkor végül László Árpád kerekedik felül Zoltánon, és beadja neki a finisrét, ugye az Attila kardját, és így ő az, aki tornyosul Zoltán fölött. Ó, hát 4 csillagos show, úgyhogy valószínűleg most bukni fogunk fanokat, de nem mindegy. Hát igen, ez a meccs jobb lehetett volna, ugye? Na de hát mindegy. Lássuk a ratingeket. Azt mondja, Underground, jó, így is egyébként megelőztük nézettségben a VXV-t. Most már még a 2 millióan néztek, őket pedig 1,8 millióan, vagy 1,9 millióan. És 4000-re gyarapodtunk. Nagyon jó. És akkor most jön a Vendetta. PPV, ami elben gyakorlatilag az egyik legnagyobb PPV-nk. I Quit match az plusz, és Chairs és Ladder match-ok pedig minuszosak. Értem. Meg no DQ match-e, hype van. Oké. Akkor nálatok lesz az I Quit. Nálatok lesz a no DQ. Nálatok lesz egy sima, de valami is tipput adunk rá. Hát nem Chairs, vagy mi van? Minuszba. Hát figyelj.
Number one contendership végül is tipu, úgyhogy... Na nem, Tables legyen náluk. Mert ugye Péternek az kérte tőlem, hogy tegyen már őt egy izébe. Egy ilyen olyan meccsben, amin van ilyen valamilyen stipuláció. Mert ezt megadjuk nekik, ez azért az nagyobb meccs, mint az. Így. Akkor még jön Maverick. Nem Maverick, hanem Dermain. Kontra Cash. Rufus kontra BT. És így. Így. Maverick megverhet valakit, mondjuk Nitro-t. De ezt akkor így meg tudjuk oldani. Mert ez inkább opener, ja. És akkor így fog kinézni a kárdunk. Jó, lássuk akkor a Vendettát. Így van. Zoltán megvédi az övét, Antal megvédi az övét, Dennis Dani nyer DQ-val, Zafar nyer, BT nyer, igen, Rossz nyer, Maverick nyer. Ugye ezeket tippelik a fanok, de akkor vagy most meglátják, hogy mi fog történni. Maverick nyer. Na, Maverick az úton van, hogy ő legyen a cég arca, hát rendben. Schwerber kontra Danny Rocks. Ó, nem adtunk blow-offot, várjatok? Ajajajajajajajajaj. Mert blow-offolnám a fiúrököt. Várjatok. Yes. Itt ugye Danny Rocks nyer. Oké, és over lett a fanoknál, nagyon jó, ez volt a cél ezzel a fiúddal, hogy Danny Rocks over legyen. Itt a Blood Money megnyeri a tag team eveget, és ők is overek lettek. Nagyon jó. Ugye Great Form-ra kaptunk még egy fél csillagot, és így egy 4,5 csillagos mérkőzés lett az. Hát itt Rufus nyerje, mert ugye őt próbáljuk így építeni. Valamennyire, aztán Tables, az mérkőzés, Tionyi Péter, Zafar, Min. És Tionyi Péter itt ezt most megnyeri, Zafar le is sérült, ajjajjajjajjaj. No, nem baj. Itt pedig úgyis Dunlin nyer, Great Form, ide is egy félcsillagos bónusz. Egyenlőre okés, hú, hát itt most, ez most nehéz döntés. No DQ mérkőzés. Én azt mondom, hogy Hősata tartja a Revolution evet. Itt és most. És itt pedig László Árpád kontra Szalai Zoltán I Quit meccs a HTV bajnok jövő Zoltán tartja az evet. Cool spotok miatt egy 3/4 csillagos a bónusz. És ez egy óriási nagy mérkőzés lett ez. Wow. Na ez jó volt. Ez király volt. 4,5 csillagos. PPV volt ez a Premium Live Event, elnézést kívánok. Hol is itt momentum egyébként a Zafar Tianyi mérkőzésen. Tehát, hogy Tianyi a kommentator asztalon tette, vagy dobta keresztül Zafart egy elbow droppal a top rope-ról. És ez ugye a 30 awareness boostot adott nekünk. És 24 000-rel többen néztek minket, mint a VXV-t. Nagyon jó. Jól van, gyerekek, hát akkor innen fogjuk folytatni ezt a videósorozatot. Remélem tetszik ez nektek. És hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy like-ot és iratkozzatok fel. Valamint gyertek fel a Discord szerveremre, és akkor ott biztosan értesülni fogtok az ehhez hasonló tartalmakról. És akkor még pluszban részletek szavazásokon is, illetve feltettitek a kérdéseiteket a kérdések chatszobába, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretein belül fognak megválaszolni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet, sziasztok, hello!